Több mint 41 ezer növénnyel gazdagodnak egyebek mellett a város közterületei, valamint családi és társasházai az elkövetkezendő egy hétben a Virágos Székesfehérvár program keretében. Az egyik székesfehérvári üzletközpont kertészetében zajló virágoztásra Cserpalkovics András is ellátogatott, aki elmondta, a cél az, hogy városi mozgalommá váljon a város virágosítása. Minél több embert, családot, intézményt, társasházi közösséget vonjunk abba bele, hogy Székesfehérvár egyre zöldebb, egyre virágosabb, egyre környezettudatosabb közösségé és várossá váljon, és ez szerencsére az egyik legsikeresebb programunk évről évre ennek a pályázatnak a keretében évben a Virágosfehérvár program, amit időről időre bővítünk is, mert úgy látjuk, hogy erre is szükség van. Az idei évben 2000-en pályáztak a különféle csomagokra, ablakerkély, családi és társasház, valamint intézmény kategóriában. Most már 14 éve megy a Virágos Székesfehérvár program, évről évre nagyon nagy népszerűségnek örvend a lakók körében, a közterületekre és a közterületről jól látható területekre várjuk, hogy kiültessék a lakók ezeket a virágokat. A virágcsomagok mellett egy ingatlanra vonatkozóan lehetett pályázni komposztálókra és esővízgyűjtő tartályokra is, amelyek május 26-áig vehetők át a virágoztás helyszínén.